Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Volkstanzwoche für Kinder und Erwachsene. Traditionelles Programm in Pechwar. Feierlichkeiten zum Anna-Tag. Dreitägige Abschiedsfeier in Kosso. Traditionspflege Kinderlager. Programme in St. Erzsébet. Zum 9. Mal organisierte der Landesrat die Deutsche Volkstanzwoche in Pechwar. Im Rahmen dieser Veranstaltung können interessierte Besucher von mehr als 10 Experten ungarndeutsche Tanzschritte lernen. Die Organisatoren freuen sich darauf, in diesem Jahr Teilnehmer aller Altersgruppen begrüßen zu können. Auch in diesem Jahr lockte die vom Landesrat organisierte Deutsche Volkstanzwoche zahlreiche Tänzerinnen und Tänzer an. Alle Altersgruppen von jung bis alt können dieses Programm genießen. Hanna Meinziger hat bereits zum 2. Mal daran teilgenommen. Sie hat über das Internet davon erfahren. A hirdetést láttuk az interneten az előző évben, hogy lesz ugye már sokadik, 8. Tanzwoche, és most ugye, hát én másodszorra vagyok itt, és igazából azért jöttünk el, hogy megnézzük ugye először, hogy milyen, hogy szeretnénk el járni, mert ugye láttuk, hogy több éve volt már ez, és nagyon tetszett nekünk tavaly is, és ezért jöttem idén is, hogy még tovább fejlesszem a tudásomat. Seit 2 Jahren werden die Programme auf der Grundlage eines neuen Konzepts organisiert. Konstant geblieben ist jedoch das hohe Niveau des ungarndeutschen Volkstanzunterrichts, der in diesem Jahr von hochqualifizierten Fachleuten erteilt wurde. A Landesrat által szervezett Néptánc Hét, ugye Volkstanz Woche, 9. alkalommal kerül most itt Pécsváradon megrendezésre, és az elmúlt 2 évben már egy újfajta koncepciót találtunk ki arra vonatkozóan, hogy szervezzük a hét programját, és Isten igazából szeretnénk a tánc, ugye az nem csak magából a táncolásból áll, tehát szorosan hozzá tartozik a zene, az ének, a viselet, a különböző táncelemeknek az ismerete. Ezért próbálunk mindenből valamit hozzáadni. És természetesen a tánc tanulás, koreográfia tanulás, gyűjtött anyagoknak a megismerése mellett különböző témákban hívunk ilyenkor előadókat. A hét folyamán több mint 10, most meg nem mondom pontosan, 13-14 előadó, aki valamilyen szinten az elmúlt évtizedekben magyarországi német tánckultúráért vagy részt vett benne, vagy komolyabban, vagy még komolyabban hozzátett ahhoz, hogy ez a tánckultúra fennmaradjon. Ők ennek a szereplői, akik nagyon nagy szeretettel és szívesen adják át azokat az ismereteket, azokat az ismeret anyagokat, amelyek az ő rendelkezésükre állnak, és úgy gondolják, hogy az utókor számára nagyon fontos lenne, hogy ezek fennmaradjanak. Es wurden auch Neuerungen eingeführt, wie zum Beispiel die Möglichkeit zu wählen, welche Seminare man an welchem Tag besuchen möchte. Das ist nützlich, denn leider kann sich nicht jeder eine ganze Woche von der Arbeit frei nehmen, so Julian Nassabu. A 21. században ugye meg a világ folyamatosan változik és átalakul, azt nekünk is fel kellett ismerni, hogy nagyon nehéz a szabadságolások és egyebek miatt azt elvárni mindenkitől, hogy egy héten keresztül részt tudjon venni. Ezért bevezettük az úgynevezett ilyen táges szeminár, tehát hogy nem csak egy héten keresztül lehet részt venni, hanem ugye kiválaszthatják az érdeklődőt, azok tematikus napok vannak, és az adott naphoz tartozó előadások alapján kiválaszthatják, hogy 1, 2, akár több napon, vagy pedig csak részletekben szeretnének ezen részt venni. Zur großen Freude der Organisatoren ist der Saal der Pechwarer Burg auch in diesem Jahr wieder voll besetzt. An jedem Tag der Woche kommen 30-35 Personen. Auch junge Menschen haben sich mit großer Begeisterung am Programm beteiligt. Én egy német nemzetiségi gimnáziumba járok, a német nemzetiségi tagozatra,
és ott is látom, hogy sokan jelentkeznek úgy, hogy csak németet szeretnének tanulni, és szerintem ahhoz, hogy valaki ugye a német nemzetiségi tagozatra jelentkezett, és ahhoz nagyon szükséges, hogy valamilyen szintű tudása legyen ehhez. És szerintem a néptánc, a népdaléneklés ehhez egy tökéletes példa, hogy igazából ha egy közösséget is építünk, és ez elengedhetetlen. Das Ziel der Tanzwoche ist, Wissen zu teilen. Das bedeutet, dass die Menschen ihre Kenntnisse teilen, daneben neue Schritte und Formen lernen können. Glücklicherweise funktioniert das jedes Jahr gut, so Julianna Szabó. Én azt gondolom, hogy sikeres, nagyon jól működik, már előre, hónapokkal előre a Landesrat táncszekció tagjaival meghatározzuk, hogy mik azok a témák. Általában, ami egy-egy ilyen hét alatt összejön, és látjuk azt, hogy hol vannak hiányosságok, hogy hol szorulnak egyáltalán segítségre a csoportvezetők a mindennapi munkájukban, azokat a témákat próbáljuk összegyűjteni, és akkor ez így jön, nagyon figyelünk arra, hogy kik azok a szakemberek, akik azon a területen segíteni tudnak, hogy már a következő évet elő tudjuk készíteni. Most azt gondolom, hogy igen, ez ugyanígy fog folytatódni a jövőben, de természetesen az igényeket folyamatosan nézzük. Aufgrund des Erfolgs des Programms planen die Organisatoren diese Veranstaltung auch in der Zukunft fortzusetzen und ermutigen alle dazu, an einer solchen Volkstanzwoche teilzunehmen. Seit vielen Jahren sind die Feierlichkeiten zum Anna-Tag in Kassel Tradition. Auch in diesem Jahr bot die dreitägige Veranstaltung kulturelle und interaktive Aktivitäten für alle Altersgruppen. Das diesjährige Festwochenende wurde am Freitag mit einem Sextet-Ball eröffnet. Auch in diesem Jahr fand der Anna-Tag bei herrlichem Sonnenschein in Kassel statt. Die dreitägige Veranstaltung begann mit einem Ball, anschließend konnten die Besucher eine Patschker-Ausstellung aus der Komitat Tolnau besichtigen. Am letzten Tag wurde das Kulturprogramm auch von den Nationalitätenkulturgruppen des Nachbarbezirks gestaltet. Neben Tanz und Musik konnten die Besucher auch eine Fahrt mit einem kleinen Zug durch Kassel und seine Umgebung unternehmen. Hát a maga búcsú hagyománya, az már nagyon régi időkre nyúlik vissza, hogy az 1740-es években költöztek ide a németek Kiskassára, és katolikus németként ugye ők a búcsú hagyományát is hozták. Akkor megépült a templom, Szent Annáról lett elnevezve, ezért a búcsúnapja mindig Szent Annához kötődő napon kell, hogy tartsuk, és ez ugye most péntek, szombat, vasárnapos, háromnapos búcsú. Das abschließende ganztägige Programm am Sonntag bot Aktivitäten für alle Altersgruppen. Gott sei Dank, unser Gott hat wieder heute so viel geholfen, dass wir wirklich Sonnenschein haben und schönes Temperatur. Wir wissen schon alles, dass heute ist ein Kirmes hier in Kiskassa, Sankt Anna, für den Namen, so beten wir. Und natürlich haben wir von 16 Uhr ein kulturelles Programm. Und vorher haben wir verschiedene Programme für die Kinder, wie ich schon gesehen habe. Und mit dem kleinen Bahn, kann man so sagen, kann die ganze Dorf rumschauen und die Tanzgruppe und die Chöre mit der Kapelle, also die Kapelle begleitet sie. Sie gehen durch das Dorf und um 16 Uhr treffen wir hier in diesem schönen Gebiet und dann natürlich geht es los mit Musik, mit Tanz, auch verschiedene Tanzgruppen heute tritt man auf und verschiedene Chöre aus vielen Nationalitäten, kann man so sagen, also nicht nur die deutsche, sondern auch kroatische und ungarische auch. Bei der Abschiedsfeier wurde auch derer gedacht, die aus dem Dorf deportiert wurden, sowie der Opfer des Weltkriegs. Koszorozni szoktunk a Málenki robotos emlékműnél,
és a Málenki robotnak az évfordulója az idén 80 éves lesz, tehát december 16-án írta meg Lenin, vagy írta alá Lenin azt a parancsot, amivel a német származásúakat szovjet fogságba kell vinni, és december 22-én jelent meg a parancs a falvakban, innen Kiskasáról december 26-án, karácsony másnapján kezdték elvinni az embereket, többnyire nőket vittek, mert férfiak már kevesebben voltak. Na, és a Málenki robotos koszorúzás után a templom falán van egy második világháborús emlékmű, illetve a templom mellett egy első világháborús, és itt igyekszünk mindig a fiatalokat, a gyerekeket bevonni a koszorúzásba, úgyhogy most is három kislány koszorúzta a második világháborúst, és két középkorú pedig az első világháború, a második világháború, első világháború, most lehet, hogy összekevertem. Abschiedsfeiern spielt eine wichtige Rolle im Leben der ungarndeutschen Gemeinschaft. Sie waren eine gute Gelegenheit, alte Verwandte und Freunde zu treffen. Und sie hatten auch eine gemeinschaftsbildende Wirkung. Im Kassa möchten unter anderem die örtliche ungarndeutsche Selbstverwaltung und der Verein für Kassa diese Tradition lebendig halten. Hát a búcsú az egy kicsit, ugye azon kívül, hogy a legfontosabb része volt a templomban a mise, ez egy kicsit arról szólt, hogy jöttek a rokonok, jöttek, akik elszármaztak, és igazából ez ilyen nagy családi összejövetel és rendezvény volt, ahol mindenféle finomságot készítettek, azt tudom, hogy jó rétesek, kalácsok voltak, és a bál az elmaradhatatlan volt. És a bálban az volt a jó, hogy ilyenkor tanították az idősebbek, a gyerekeknek a táncokat. Tehát én is a nagymamámnak a testvérétől, aki még ilyen sokszoknyás svábasszony volt, őtőle tanultam megtáncolni, és bennünket, gyerekeket mindig ebbe belevontak, és nagyon-nagyon élveztük és szerettük. Tehát nekem, mint gyerekkoromból a búcsú körülbelül így maradt meg emléképpen. Na most ez ugye már ilyen hagyományőrzés szempontjából a német önkormányzatunk, meg a német egyesület egy kicsit kibővítette ilyen egyéb programokkal is, úgyhogy hát az érdeklődők mindig sokan szoktak jönni, tehát nem csak a faluból vannak itt látogatók, hanem a környező településekről is jönnek, már a misén is ugye több településről itt voltak hívek, és a délután pedig mindenhonnan, és ugye most Tolna megyéből is többen jöttek. Die traditionelle Feierlichkeiten zum Szent Anna Tag in Kassa fanden auch in diesem Jahr in einem guten Atmosphäre statt. Die Traditionen spielen in Sankt Erzsébet eine große Rolle. So werden im Dorf zahlreiche Programme organisiert, wie das ungarndeutsche Kinderkamp. Auch die Geschichte des Dorfes und die Herkunft seines Namens sind etwas Besonderes. Die Siedlung Sankt Erzsébet befindet sich im Komitat Branau. Im Dorf spielen die Traditionen der Nationalitäten eine große Rolle. Sowohl die Säckler als auch die ungarndeutschen Sitten und Bräuche werden von den Einwohnern gepflegt. János Horváth, der Bürgermeister des Dorfes, erzählte unserer Team von der Geschichte des Dorfes und dem Ursprung seines Namens. Településünk már úgymond még a római időkben is lakott volt, de én majd csak onnan kezdem, hogy a 1700-as évektől kezdem, vagy a török időkben se halt ki. Ugye a török időkben elnéptelenedett az ország, és így Mária Terézia betelepítette a svábokat ebbe a részbe is. Erzsébetre is ezekből a betelepített svábokból került. Külön volt Magyar utca, és külön volt a Német utca. Az itt élő akkori magyarok nem nagyon szívesen fogadták a betelepített svábokat, nem is sváboknak hívták, mint ahogy mindenhol hallom, hanem Erzsébeten sabakoknak hívták a svábokat. Ugye hát ingyen kaptak földet, és ez volt az ellentét. Ha jól tudom, még bírósági perek is voltak abban az időkben. A településünknek a neve ugye Erzsébet, de ez valamikor attól volt függő, hogy hova tartoztunk. Ha pécsváradi apátsághoz, akkor Szent Erzsébet volt a település neve. Ha pécsi püspökséghez, akkor Püspök Szent Erzsébet volt a neve. A falunk sváb neve, ha beérkezik valaki a kis településünkre, akkor látja, hogy ki van írva, hogy Szent Erzsébet. Ez egy annak köszönhető a név időzelvetében megfejtése, hogy nyáron diákmunkában egy ilyen kis német ismeretterjesztő füzethez kértem a diákok segítségét, és levéltárban is voltunk, amikor is egy levéltári anyagból kiderült, hogy egy sváb kovácsember készített Erzsébetről egy bélyegzőt,
úgymond abban az időbeni bélyegzőt, és annak a lenyomata, ahogy az akkori sváb Kovács ember ki tudta mondani SCH-val, Söntörsöböt, tehát a szantesével innen gondoljuk, ez a fonetikusan kimondott, és így van kis településeknek úgymond két neve, Erzsébet és Szent Erzsébet. Das Dorf hat eine aktive ungarische Selbstverwaltung. Der Bürgermeister des Dorfes berichtete darüber, dass sie glücklicherweise ein sehr gutes Verhältnis zur Dorfverwaltung hat. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó az együttműködés a nagy és a német nemzetiségi önkormányzat között. Nagyon jó a kapcsolatunk a vezetőivel, mint a úgymond a képviselőtestületi tagokkal. Da die Nationalitäten in der Gemeinde von hoher Bedeutung sind, wird seit mehreren Jahren ein deutsches Nationalitätenlager für Grundschulkinder organisiert. Während des einwöchigen Camps können die Kinder an traditionspflegenden Programmen teilnehmen. Das Ziel des Lagers ist, spielerisch über Traditionen zu lernen. Ez egy német nemzetiségi tábor, amire pályázatot adott be a helyi önkormányzat, és nyertek, és így tudtuk megvalósítani. Nagy részt pályázatból, kisebb részt a Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozásával jött létre. És az a célunk, hogy a gyerekek élvezetesen, játékosan olyan információkat kapjanak, vagy olyan tudáshoz jussanak, ami a gyökereikhez vezeti vissza őket, és emellett egy kis kézügyességfejlesztésről is legyen szó, tehát játszva tanuljanak gyakorlatilag. Ezért a programban olyan dolgokat veszünk be, ami minden nap valami nemzetiségi múlthoz kapcsolódó téma. Hétfőn például a környékbeli települések pacskereinek a mintáit hímeztük. Kedden egy német nyelvű üdvözlőtáblát festettünk, szerdán Óbányán voltunk megnézni szintén a helyi német gyűjteményt, ami egyébként nagyon szép. Ma szőnek, és holnap pedig svábbát fogunk tartani. Délutánonként táncot tanultak, és akkor ezt holnap úgy eltáncolgatjuk, meg szól a zene, és jól érezzük magunkat. Ez a táborzárás. In diesem Jahr nahmen 13 Kinder an dem Camp teil. Natürlich ist dies nicht das einzige traditionelle Programm, das angeboten wird. Es zeigt auch, dass es im Dorf Raum für alle Nationalitäten gibt und dass sie gut zusammenarbeiten. János Horváth, der Bürgermeister des Dorfes, erläuterte, dass diese Programme für ihn wichtig sind. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a kultúrák, ezek a hagyományok, ezek fönt maradjanak, és hogy a fiataljaink, az utánunk jövő generáció szintén ápolja, és szintén nagy hangsúlyt fektessen arra, hogy ezt ő is még tovább tudja adni, hiszen így színes a világ, a világ az úgy szép, hogyha van benne minden, tehát van benne egy kis sváb, van benne egy kis cigány, egy kis magyar, egy kis sokac, egy kis szerb, tehát így vagyunk, én azt gondolom összerakva, és ez így szép. In Szenteséve sind auch eine Kirmes und ein Treffen der schwäbischen Blaskapellen geplant. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. Sie hoffen auch, die Tradition des Nationalitätenlagers in den kommenden Jahren erfolgreich fortsetzen zu können und mehr Kinder, die am Lager teilnehmen möchten, willkommen zu heißen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.